2014. február 16-án, három év elteltével ismét megnyitja a kapuit a Düsseldorfi Euroshop, amely minden idők legnagyobb Euroshopjának ígérkezik, hiszen most már 16 vásárcsarnokban várja majd a látogatókat. Ezek a látogatók várhatóan ismét százezren lesznek, és a világ számos országából mind az öt földészről érkeznek majd Düsseldorfba, a Rajnaparti Vásárvárosba. És hogy mit jelent tulajdonképpen ez a 16 vásárcsarnok? Hát ez azt jelenti, mint hogyha kb. 34-35 focipályát egymás mellé tennénk, és az lenne telistele kiállítókkal. Ez az Euroshop az üzletberendezések, eladás, ösztönzés, kereskedelmi informatika szakvására. Ugye itt mindenről szó van, ami a kereskedelem számára szükséges beruházás, ami a kereskedelem kiállításán felvonultatható. A legnagyobb területet, az Euroszélz területét a Valóban az üzletberendezések adják, itt világítástechnikával is találkozunk, bútorokkal, belső építészeti stúdió kínálatával, de hűtőpultokkal is, szóval ez egy nagyon széles terület, ez a, ez a legnagyobb területű rész az egész Euroshopon. Nagyon nagy területet foglal még el, a vizuális marketing területe, itt a POS, POP eszközök találhatók meg, és hát a Popájnak itt egy óriási külön faluja lesz, a Popáj Village-ben számos olyan szakmai előadás, szeminárium, workshop, esettanulmány is bemutatásra kerül majd, ami a nemzetközi szakemberek számára érdekes lehet. Ezen kívül még az Euróci terület is nagyon érdekes lehet, hiszen itt a kereskedelmi informatika, a kereskedelmi biztonságtechnika is bemutatásra kerül. És hát ugye ez az a terület, amelyik az Euroshopból ki is válik, ezt minden évben megrendezik, hiszen itt akkora a fejlődés, olyan gyors a fejlődés üteme, hogy eh, itt egyszerűen nem lehet kivárni a három éves ritmust. Eh, itt valóban arról van szó, hogy itt minden évben van mit bemutatni, különösen a kereskedelmi informatika területén eh, résztvevő kiállítóknak itt minden évben van mit bemutatni, eh, és ők ezt minden évben meg is teszik, Düsseldorfban egyébként és hát az Euro Expo a negyedik kiállítási terület, amelyik a standépítés, eseménymarketing helyszíne, vagy hát színtere inkább azt mondanám, és ez az egész együtt így egy óriási kiállítássá alakul, amelyik idén, vagy hát 2014. februárjában ismét megnyitja majd kapuit, Annyit talán még érdemes egyébként elmondani, hogy azon túl, hogy itt lesz valóban várhatóan több mint 2000 kiállító, megint több mint százezer négyzetméteren, nagyon sok olyan szeminárium, nagyon sok olyan különbemutató, nagyon sok olyan workshop lesz, amelyik külön is érdeklődésre tarthat számot. A Popai Village-et már említettem, de mindenképpen érdemes megemlíteni még a Designer Village ö, különbemutatót, ahol a belső építészek ö, mutatják be terveiket, és hát ők nem csak arra helyezik a hangsúlyt, hogy akkor most piros legyen a fal vagy Hupilila, hanem arra is, hogy gyakorlatilag egy egész koncepciót adnak el, és megpróbálják megérteni a megbízóik. Ö, megbízói gondolkodását, és ennek megfelelően alakítanak ki egy-egy boltot, vagy egy-egy üzletet, egy-egy eladási helyszínt. De ugyanígy nagy érdeklődésre tarthat számot a fénytervezők külön amelyik idén először lesz, ugyanis az egész fénydesign, a fényjel való, a fény rásegítése az eladásra, az az, az az értékesítésnek egy külön témakörévé kezd kialakulni, és hát ezt észrevették a szervezők is, úgyhogy itt most már a fénytervezőknek is lesz egy külön területe, egy külön, külön bemutató, egy külön helyszíne, ahol ők bemutathatják majd az elképzeléseiket. De ugyanígy meg lehet említeni az ökofórumot, amelyik a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt, vagy hát a Retail Design fórumot, vagy akár akár a az Eurocis fórumot is, amelyik a, a kereskedelmi informatika szakemberei gyűjti majd össze. Örömmel mondhatom el, hogy kilenc magyar kiállító is részt fog venni az Euroshopon, közülük, számosan már visszatérő kiállítói ennek az óriási seregszemlének, közéjük tartozik például a Mobilia Artica, amelyik a, közvetlenül a Designer Village mellett egy nagyon szép bemutatót fog ö, tartani, ö, vagy akár a Shopgárdot is említhetem, a, ö, a, a biztonságtechnikai pavilonban közvetlenül a bejárat mellett lesznek egy nagyon szép nagy standal, de a POS, POP ö, csarnokban is ö, vannak visszatérő kiállítóink, ilyen például az ID Zone, amelyik most már harmadik alkalommal vesz részt ezen a kiállításon, és hát vannak új kiállítóink is, reméljük, ők is sikeresek lesznek, és belőlük is visszatérő kiállítók lesznek majd a jövőben.